Pápa Leventa a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akár trafik, akár föld, de még sorolhatnám, mindig minden esetben olyan, de olyan jó lenne, hogyha pontosan mondatról mondatra láthatnánk, olvashatnánk azt, hogy ki miért nyert, mik voltak az érdemei, fillére pontosan, hiszen közpénzekről, közkincsekről van szó, tehát ez nem valami ördögtől való kívánság az újságíróknak és a ellenzéki politikusoknak, ebben szerintem mindenki ebbe az egyállításba megegyezhet. Jelen esetben a kaszinókkal kapcsolatban egy dolgot tudunk a két nyertessel kapcsolatosan a minisztériumtól, hogy megbízható adófizetők. És akkor a Szerencsejáték ZRT, mint állami cég, az meg nem? Hát én is érzek egy ellenmondást, egy önellenmondást ebben kicsit. A mondatban. Ez a freudi elszólás, hogy a trafik vagy kaszinó, tehát úgy tűnik, hogy az is egy ilyen mutyi, ami így az elmúlt években elterjedt Magyarországon. Ugye, ha visszamegyünk a gondolatmenetben, hogy miről szól ez a történet, akkor azt lehet mondani, hogy ugye van egy nulladik döntése az államnak, hogy meghagy valamit állami monopóliumnak, tehát az állam működtet egy iparágat, vagy pedig kiszervezés valami versenyszférát hoz létre. Ugye ez az a kérdés, amit ugye mindig meg szoktak indokolni a kaszinótendernél, hogy nemzetbiztonsági okai vannak, a trafiknál, hogy egészségügyi okai vannak, tehát mindig ki lehet találni valami indokot, hogy kiszervezik. De ez még talán nem is olyan nagy baj, tehát hogyha még ezt is meg lehet kérdőjelezni, de azért azt lehet mondani, hogy ez vannak érvek, ellenérvek, ez nem egy ilyen nagyon rossz dolog. Ahonnan elindul a nagyon átlátszó csalás, az az, hogy milyen tendereket pályáztatnak meg, tehát magyarul milyen elvek alapján osztják ki ezeket a jogokat, és hogy mennyi pénzért. Itt szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy mennyi pénzért, ami mindig elsikkadt sajnos a múltban is egyébként a trafikok ügyében, hogy ezeket ingyen adják oda lényegében. Ugye most is az történik, hogy a külön díj az levonható a játékadó összegéből, tehát lényegében ingyen kapja meg ezeket a monopól jogokat, és nyilván... Nem kis jövedelemmel. Nem kis jövedelemmel, és nyilván az, ugye ez a másik, aki a kormánynak kedves. Ugye úgy írják ki ezeket a tendereket. A Szerencsejáték ZRT miért nem kedves a kormánynak? Hát ezt nyilván tőlük kéne megkérdezni, hát, de jó, nyilvánvalóan okay. A legmegbízhatóbb, a legátláthatóbb, a legtranszparensebb az nyilvánvalóan a Szerencsejáték ZRT lenne. Tehát azt gondolom, hogy ha meg akarjuk ezt érteni, akkor az a lényeg, hogy haveroknak ingyen adnak oda olyan monopóljogokat, hogy mostantól mondjuk csak te árulhatsz krumplit. Az ugye mennyire jó a, okay. Mennyire jó annak az adott vállalkozónak, hogy akitől csak tőle lehet venni ezt a krumplit. Hát és ez a probléma. Én ezt mind értem, csak ez, illetve nem értem. Tehát ugyanúgy nem értem, hogy ez miért történik így, mint ahogy ön sem, vagy hát csak a kérdéseinket tudjuk megfogalmazni. Miközben a kormánynak, tehát hogy ami még a nem értésemet fokozza, a kormánynak megalakulása óta, sőt, még ellenzéki kora óta is a Fidesznek a törekvése az, és az egyik fő gondolata, hogy bizony az állami jó gazda. Tehát itt van egy elvekben lévő, fejekben lévő óriási különbség, mondjuk a jelenlegi ellenzék és a mostani kormánypárt és pártok között. Ezért aztán szolgáltató legyen állami, legyen non-profit, mindent vásároljunk, viszont mi vagyunk a jó gazdák. Ha ilyen eszméletlen jó gazda az állam, ha ilyen megbízható, akkor a Szerencsejáték ZRT is az egyik legjobb kezekben lévő cég, figyelem alatt van, nincs fekete pénz, jó adófizető, hiszen a jó gazdának a cége. Igen. És akkor ez a jó gazda cége indul egy ilyen koncesszió, és akkor kirúgják a hóra, mert a másik kettő, ami nem állami cég, akkor ezek szerint hol van itt a jó gazda szerepe, az meg, mit mondtad, megbízható adófizető. Igen. Hát nyilvánvalóan kettős mérce van. Tehát, hogyha megnézzük például mondjuk a takarékbank esetét, amit először ugye privatizál, vagy államosítanak, aztán megpróbálják privatizálni, ugye itt ugyanaz történt, hogy kettő évvel ezelőtt egy hirtelen statáriális jogalkotással lényegében betiltották a kaszinókon kívüli nyerőgépeknek az üzemeltetését. Ezzel lényegében lefejeztek egy komplett iparágat, ugye emlékszünk, hogy több tízezer ember került az utcára, egy egész iparág ment tönkre lényegében. És ugye akkor nemzetbiztonsági okokra hivatkoztak. Na most, hogyha megnézzük a mostani tendereken, akkor azt lehet mondani, hogy ezek a nemzetbiztonsági kockázatok nem megnyugtatóan lettek rendezve. Hiszen, én még ezt sem tudom. Ön honnan tudja? Hát ezt lehet tudni, hogy az egyik cégnek ugye offshore tulajdonosai vannak, tehát különböző offshore cégek birtokolják részben. Ugye itt is megfigyelhető a kettős mérce, hogy amikor a
ellenzéknek van offshore ügye, akkor az rossz, amikor nekünk van offshore ügyünk, akkor az jó. Sőt, de annak idején, amikor a nyerőautomaták tényleg egy reggelre meglettek, illetve ez az iparág meg lett szüntetve, akkor Lázár János azzal a nemzetbiztonsági kockázatot azzal indokolta, hogy itt valami alvilági körök, vagy nem tudom, tehát van nagy üzleti körök, megpróbálták a döntéshozókat befolyásolni. Hát akkor ezek szerint ezt most kizárták. Akkor akik nyertek, ők, ezek az üzleti körök, ezek szerint nem próbálják meg befolyásolni a döntéshozókat, nem? Hát, és akkor ez így rendben van. Vagy sikerült. Ja, vagy hogy ez már múlt idő? Vagy sikerült befolyásolni nem, őket, csak hogy... Nem. Hogy egy ilyen tendert írjanak ki. Ugye a másik dolog pedig, ami még szintén fontos, hogy a meghirdetett feltételeknek nem tesz eleget a Szinna úrnak a cége, hiszen negatív profitot ért el az elmúlt két évben, nem alkalmaz egy darab embert sem, és lényegében nem felel meg azoknak az üzleti feltételeknek, kritériumoknak, ami alapján ki lehetne osztani ezeket a koncesziós jogokat. Ugye azt lehet mondani, és akkor ezen túl jön még természetesen az, hogy nem kötötték be, ugye bekötöttek 200 ezer gépet a kiskereskedelmi iparágban, és pont azt a 15-20 kaszinót nem lehet bekötni, ahol ugye a fekete gazdaságnak, illetve a szervezett bűnözésnek a kockázata az nyilván sokkal magasabb, mint a sarki közértben, és nyilvánvalóan ezeket és ezek nem lesznek bekötve? Ezek nem lesznek bekötve, és ezeket a cégeket használják ugye általában a szervezett bűnözői csoportok, hogy a pénzeket tisztára mossák, hiszen ami befolyik az adott kaszinóban, ugye az legális bevétel, és itt szokták ezeket tisztára mosni. Tehát sok több önellenmondás van ebben az egész történetben. És mit lehet csinálni? Azon kívül, hogy újságíró kollégák felszólítgatják a minisztériumot, hogy adja oda ezt, adja oda azt, aztán elkezdünk pereskedni, aztán vagy megkapjuk, vagy nem, évek telnek el, de ennyi? Hát meg kell gondolni, hogy kire szavazunk. Azt hiszem, ezt lehet tenni. Május 27-e, úgyhogy ezen már túl vagyunk. Igen. Ja? Hát most nyilvánvalóan ennek a... De ezt tudja, hogy ezen túl vagyunk már. Tehát, hogyne tudnám természetesen. Okay. Csak azt mondom, hogy azért ez nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek tájékoztatva legyenek. Tehát ugye van egy ilyen elérési probléma, hogy lényegében az új média szerkezettel ezekről az ügyekről a magyar állampolgároknak csak kis része értesül. És hogyha ugye ez egy demokratikus alapjog szerintem, hogy akkor lehet jól választani az adott politikai kínálatból, ha jól informáltak vagyunk, ha ismerjük az ügyeiket. Hogyha olyan média szerkezet van, olyan médiahatóság működik Magyarországon, hogy ezek az információk nem jutnak el a választóknak a széles tömegeihez, akkor ez egy demokrácia deficit. Tehát ettől nem fognak jól szavazni az emberek. 2018-ig akkor majd informálják a választóikat. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Rövid reklám, aztán folytatjuk. Kovács László lesz a vendégem, aztán Schiffer András, maradjanak velünk.